A segítségnyújtás fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét a Kossuth Lajos általános iskolában egy rendhagyó tanóra keretében. Az újraélesztés világnapjához kapcsolódóan a felső tagozatos tanulóknak Klupács Péter mentőtechnikus tartott előadást, és mutatta be a helyes technikát. Egy jó helyzetnek a felvétele, egy olyan térdelő helyzet, ahol egyenes háttal, nyújtott karral tudjuk, kell egy kis ritmusérzék, hiszen egy percenként 100-120 közötti ritmust kell nyomnunk. A mentőtechnikus szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok felismerjék a vészhelyzetet. Az intézményben egész évben kiemelt figyelmet fordítanak tanórák keretében arra, hogy a gyerekek merjenek segítséget kérni és nyújtani. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink a magukhoz mérten alkalmasak legyenek arra, hogy egy veszélyhelyzetben lépnek, nem csak ott állnak tétlenül, nem ijednek meg, hanem nyilvánvalóan, amit egy gyerek megtehet, azt megteszik abban a helyzetben. Úgyhogy a célunk az az, hogy ide figyeljenek, és hogyha olyan helyzettel találkoznak, akár a családban, akár a társaik között, akár az utcán, akár a buszon, akkor legyen annyi talpra esettségük, hogy reagálni tudnak, és akár megoldanak egy veszélyhelyzetet. A világnaphoz kapcsolódva pénteken a Bugát Pál Technikum tanulói sajátíthatják el az újraélesztés alapjait.